Ezeket a filmeket éppen 100 évvel ezelőtt készítették az első magyar híradó operatőrök. A megrendelő, az akkor legkedveltebb napilap az Est volt, amely elhatározta, hogy sosem látott népszerűségét mozgófilmes mellékletekkel fogja növelni. A több riportból álló 10 perces híradások a mozikba kerülve rövid idő alatt hihetetlen népszerűségre tettek szert. A siker fő oka, hogy a közönség egyre közelebbről szemlélhette azokat, akikről nap mint nap csak olvasott az újságban. A szerkesztőknek azonban nem sikerült minden esetben a rövid felirattal ma is értelmezhető hírt közölni, így az Est filmriportok megmaradtak a nyomtatott újság mozgóképes mellékletének. 100 évvel múltával különösen nehéz feladat dekódolni a képsorokat. Ki kicsoda és hová utazik, mit és miért csinál. Csak nem lehetetlen vállalkozás lenne, ha nem lennénk a 21. században, ahol szabadon kereshető valamennyi Est újság digitális példánya. A filmarchívum tehát ismét érdekes feladatra vállalkozik, amikor megpróbálja összepárosítani a tekercset a korabeli hírekkel. A tekercsek állapota korán sem tökéletes, így a digitalizálás minden esetben a tekercsek bevizsgálásával kezdődik. A tekercsek fennmaradása is regényes, hiszen az egykori némafilm termés 93%-a elveszett. Akkor vajon mégis hogyan lehetséges, hogy az Est és az időben azt követő vörös riportfilmek gyűjteménye hiánytalanul megvan a filmarchívumban? Amikor a Horthy hadsereg bevonult 1919. novemberében Budapestre, az első és legfontosabb dolga az volt, hogy összeszedjen minden olyan dokumentumot, ami ezt a tanácsköztársaság őszirózsás forradalom időszakot reprezentálja, és ez alapján büntető pereket indítottak el, olyan embereket tartóztattak le és állítottak vád alá, akik ezeken a filmeken szónokként, közönségként szerepeltek, úgyhogy nagyon sok ítélet született ezeknek a filmhíradóknak a dokumentum értéke kapcsán. A filmarchívum mozgóképes történelmi összefoglalója tehát izgalmas és tanulságos időutazás lesz. Az augusztustól hetente jelentkező videósorozatból kiderül, hogy milyen volt az élet a 100 évvel ezelőtti Magyarországon.